Üdöllő tiszteletére új időszaki kiállítás nyílt 2016. március 19-én a Városi Múzeumban. A tárlat a Várossá nyilvánítás 50. évfordulója alkalmából rendezett tematikus év gazdag programsorozatába illeszkedik. Ez azért is egy nagyon kedves kiállítás számunkra, mert már hosszú évek óta szó volt arról, hogy megrendezzük azt a kiállítást, ami a gyűjteményünk rejtett darabjait mutatja meg, hiszen már a múzeum alapítói elkezdték gyűjteni azokat a képeket, amelyek nem csak a művészi értéküknél fogva, de a helytörténeti értéküknél fogva is nagy jelentőséggel bírnak, hiszen esetleg olyan épületeket, területeket ábrázolnak, amelyek így ebben a formában már nem lelhetők fel. Úgyhogy végül most a Gödöllő 50 éves évfordulója, Gödöllő Várossá nyilvánításának 50 éves évfordulója jó alkalmat biztosított arra, hogy bemutathassuk önöknek is ezeket a képeket. A kiállítás megnyitón dr. Gémesi György Gödöllőváros polgármestere köszöntőjében a megújuló értékek jelentőségéről, megőrzésük fontosságáról beszélt. Itt vagyunk egy megújuló értékben. Aki ismerte régen ezt az épületet, ismerte ezt a területet, pontosan jól tudja, hogy milyen állapotban volt, hogy ebben iskola is volt, aztán valahol elkezdődött a múzeum gyűjteményének a bemutatása, és itt vagyunk egy nagyon régi épületben, ami talán Gödöllő egyik legrégebbi, talán legrégebbi épülete. És ez is egy megújuló érték, nem az történt, hogy fogtuk és egy buldózerrel letoltuk, hanem nagyon-nagyon sok munkával, szakértőkkel, építészetileg is és műemlékileg is helyrehoztuk, és ma itt van a város, részben a város múltja, és hát nyilván nagy csomó olyan kiállítás, ami értéket közvetít, megújult. Vagy megújult sok minden más ebben a városban. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy egyik nagyon nagy értékünk az 54% kül- és belterülettel együttesen 54% zöld terület a városban, nem csökkent az elmúlt 25 esztendőben. És annak ellenére, hogy nagyon sok fejlődés és fejlesztés ment végbe, épületek épültek, átalakult a városközpont, mégis ez a zöld felület megmaradt. Tehát valahol az az érték, amit hozunk magunkkal éveken, évtizedeken, akár évszázadokon is keresztül, azt a zöld környezetet, ami körülvesz bennünket, azt is meg tudtok úgy újítani, hogy megmaradt annak az értékes része. Azért mondom, mert ha végtetszenek menni ezeken a képeken és megtetszenek nézni, talán nincs is olyan kép, ahol nincs egy fa, egy zöld terület, vagy egy olyan sarok a városból, ami üzeni azt, hogy a város zöld környezete az akkor is milyen fontos volt számukra, akik festették, vagy akik alkották ezeket az alkotásokat, vagy akik adott esetben kiköltöztek Gödöllőre. De egy ilyen megújuló érték, menjünk a gazdaság területére, például a Humán, ott van az épülete, ott, ahol a retro sarok van, majd megtetszenek nézni, a régi Humán, ami ugye végül is elkezdett egy fantasztikus nagy gazdasági fejlesztést, nagyon-nagyon jó menedzser, aradi igazgató úrral, aki sajnos már nincs közöttünk, és ma annak a Humánnak a területén három világcég dolgozik, három világcég biztosítja számunkra a bevételeink egy jelentős részét. Mindamellett, hogy megvan az Erzsébet Park, megvan a Központi Park, megvan a főtér, megvan a múzeum, és megvan a Királyi Kastély is felújított állapotában. A tárlatot dr. Krassai László erdőmérnök nyitotta meg. Elsősorban a művészetek vonzásában élő emberként kerestem gondolatokat, amikor a mai kiállítás megnyitásáról szó esett, és amikor kutattam az emlékezetemben, akkor felmerült egy magas, karcsú embernek a képe, aki gyakran megfordult régen az alavégi házunkban. Olyan ember volt, akinek a társaságában élmény volt hallgatni. Élmény volt beszélgetni is vele, de élmény volt hallgatni. Hatalmas intelligenciával, hatalmas lexikális tudással lebilincselte az embereket,
és mi örömmel követtük a régi gödöllői eseményekre, meg a régi gödöllői helyszínekre, amiről ő beszélt. Hegedűs Lászlónak hívták ezt az embert, sokan ismerik, aki helytörténeti dolgozatokban is megörökítette mindazt a tudást, amivel Gödöllőről rendelkezett. Ahogyan ő és mások prózában leírták a régi Gödöllőt, úgy annak egy része most vizuális élményként állít előttünk, ahogy a gödöllői művészek ezt annak idején különböző korokban megfogalmazták. Ezek a képek egyszerre műalkotások, remek művek, és egyszerre tudósítások. Ha Európa nagy képtáraival találkoznak velük, vagy találkoznánk velük, akkor biztos mi is, meg a közönség is azt mondaná, hát nagyon szép képek. Nekünk azonban gödöllői szemmel, gödöllői szívvel azt hiszem, hogy ennél sokkal többet jelentenek, mert a művészi szép élményébe beleszövődnek az érzéseink, az emlékeink, a történeteink. Ezekbe a rajzolt, festett, karcolt képekben Gödöllő arculatának a változásait tudjuk nyomon követni. A rendezvényen a kellemes hangulatról Dezső Piroska és Nussbaum Ferenc gondoskodtak, akik népdalfeldolgozásokat adtak elő. Most megnyitott kiállításnak a címe Omázs a Gödöllő, azaz tisztelet Gödöllőnek, és ezt most Gödöllő várossá nyilvánításának 50. évfordulójára rendeztük. Azért, hogy megmutassuk vele, hogy 100 év alatt melyek azok a festmények, amelyek Gödöllőn készültek. Itt a kiállításon az itt működő gödöllői művésztelep alkotásait látjuk, illetve azoknak a művészeknek a képeit, akik az ő hatásukra vagy ide telepedtek, vagy itt felcseperedve beálltak ebbe a gödöllői iskolába, és itt képezték magukat festőnek. Nagyon sok érdekességet figyelhetünk meg, mert apró részleteket, házakat, például Blaha Lujza házát, amit Sztelek Dénes vagy Váin Nagy Dezső festett meg, Mária Besnyőről nagyon sok finom kis részletet, akár olajfestményben, akár grafikában, a gödöllői Erzsébet park és a Szent Jakabi tanyakap nagyobb hangsúlyt itt a kiállításon. A gödöllői művésztelepről volt szó, ez azért is fontos, mert 1910-es képpel is találkozunk itt, amit Körösfői Krisaladár festett, illetve 1964-essel is, amikor a bioplazma építése elkezdődött, és ezt egy helyi gödöllői akvarellista festette le. A Gödöllői Városi Múzeum a kiállítás megépítésekor a helytörténeti szempontokat is figyelembe vette. Nagyon fontosnak tartottuk, hogy olyan épületeket is megjelenítsünk, amelyek ma már nem láthatók, vagy amelyek nagyon fontos szerepet töltenek be a település életébe. Az egyik legérdekesebb képünk egy kapu bejáratot ábrázol, lófejjel a kapu fölött. Ez Dolfin Antal 48-as főállatorvosnak volt a háza, később Hirling ház néven ismerték a gödöllőiek. Ennek az a története, hogy Dolfin Antal leányát Hirling Ernő fényképész vette feleségül, és abban a házban rendezte be a műtermét. Az én gyermekkoromban, az 1970-es években még látható volt ez a ház, a 70-es évek végén a művelődési központ, a mai művészetek háza építésekor bontották el.
A jelenlevő festmények között nagyon sokféle technikát is megismerhetünk, hiszen az olajfestmény a legjelentősebb, amit érdekes megnézni, hogy lehet vászonra is festeni, lehet kartonra és lehet fára is festeni. Ezeket is kiírtuk a kép aláírások alá, hogy akit ez mélyebben érdekel, megnézheti, hogy mi is, amikor kartonra van festve, mi is, amikor olajra, illetve fára van festve. Vannak pasztelképek, akvarelképek, és vannak részkarcok, amelyek szintén érdekesek, ezek elsősorban a Remsei család munkáira jellemzőek. Körülbelül 80 műtárgyat állítottunk ki, ez olyan szempontból érdekes, hogy ami Gödöllőt ábrázolja, elsősorban a Remsei rajzokból még nagyon sok van, Kukla Mátyásból is nagyon sok van, de a Gödöllői Művésztelep alkotásai közül igyekeztünk mindent kitenni, hiszen ezt tartottam én a legérdekesebbnek, hogy az a nemzetközileg is elismert művésztelep itt, a szülőföldén járva milyen képeket készített, apró részleteket a kastélyról vagy Mária Besnyőről, tehát látszik ezeken a képeken, hogy szerettek itt élni, magukénak tekintették a települést. A képanyag mellé egy kedves kis enteriőrt is berendeztünk a retro stílus jegyében. Ezek ugye eredeti bútorok, fotelek, televíziókészülék és egy nagyon érdekes korabeli hifi torony, amelyben magnó, szalagos magnó, rádió és hangfelvevő készülék is megtalálható. Azzal a céllal rendeztük be ezt a sarkot, hogy a kiállítás látogatói ott helyet tudjanak foglalni, kezükbe tudják venni Gödöllő történetéről szóló könyvet, és nyugodtan lapozgathassák. Ezen kívül interaktív informatikai háttér is bővíti a tárlatot, aminek köszönhetően a képekről és alkotóikról részletes információk állnak a látogatók rendelkezésére, illetve régi történeteket és a város egykori jelentős személyiségeit is megismerhetik így az érdeklődők. Az 50 éves város előtt tisztelgő Omázs a Gödöllő című tárlat egészen szeptember 18-áig megtekinthető a Gödöllői Városi Múzeumban.